azért hívtuk ma ide önöket, hogy egy új javaslatot, egy felsőoktatási javaslatot ismertessünk. Az elmúlt időszakban jelentős javulásokat tapasztaltunk a felsőoktatás területén. Nekünk is többször volt lehetőségünk egyeztetni az államtitkársággal, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával. Több alkalommal tettünk nyílt levélben vagy személyesen is a hallgatói érdekképviselet átláthatóbb és elszámoltathatóbb átalakításáért javaslatokat. Ezek a javaslatok a legtöbbször meghallgatásra találtak, köszönet érte. A számunkra egyik legfontosabb téma az egyetemi politizálás területe, amelyért az X már 2008-ban felszólalt. Itt is sikerült előrelépést elérnünk, és a legtöbb politikai ifjúsági szervezet egyetért a törekvéseinkkel, reméljük ezt hamarosan valósággá is tudjuk tenni. Jelenleg és az elmúlt években, összefüggésben a migrációs válsággal, egyre inkább köztéma lett a biztonság kérdése Európában és Magyarországon is. Alapvető kérdés, mindannyiunk ilyen vagy olyan formában találkozik vele. Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség javaslata a következő. Az egyetemek, főiskolák vezessék be a biztonsági alapismeretek képzést a kötelezően választható képzések közé. Elsősorban azokon a szakokon tartjuk ezt szükségesnek, ahol olyan diákok tanulnak, akik szakmájukból fakadóan sok emberért fognak később felelni. Ilyen például a pedagógusok, a mérnökök, közlekedés, építő, üzemmérnök, gépészmérnök, orvos vagy logisztikai szakemberek, szociális munkások. Azt szeretnénk, hogy ezek a fiatalok, a jövő munkaerője, a jövő vezetői tisztában lennének az alapfogalmakkal, alapbiztonsági ismeretekkel, módszerekkel. A javaslatunk szerint a képzésnek két eleme lenne. Az egyik, hogy átfogó képet kapjanak a magyarországi jogi és biztonsági környezettel kapcsolatban. A másik pedig, hogy szakmaspecifikusan biztonsági ismereteket tanulnának, ahol az adott munkakörhöz, szakmához kapcsolódó legfontosabb kérdések merülnek föl. Több országban egyébként már, például Németországban is már kidolgozott módszere van a biztonsági alapismereteknek, és több fajtája is, termékbiztonság, közlekedésbiztonság, üzembiztonság vagy kiberbiztonság. Tehát a cél egy alap, de széleskörű ismeretet adni azoknak, akik elsődlegesen a munkájuk során nem a biztonságért felelnek majd, de bármikor kerülhetnek nehéz vagy veszélyes helyzetekbe. Arra kérjük tehát a felsőoktatási intézményeket, a kancellárokat és a rektorokat, hogy támogassák a javaslatunkat, hogy ne csak szakmailag, hanem biztonsági szempontból is felkészült magyar fiatalok kerülhessenek ki az egyetemekről, főiskolákról, hiszen ezek a fiatalok fogják építeni a jövő Magyarországát. És mivel 3 nappal vagyunk a népszavazás előtt, ezért még egyszer felszeretnénk hívni a magyar fiatalok figyelmét arra, hogy a mostani népszavazáson a mi jövőnk a tét, éppen ezért a részvételre biztatjuk őket, hogy ne maradjanak otthon, vállaljanak felelősségüket a sorsukért, az országukért, és menjenek el szavazni október 2-án. Köszönöm szépen a figyelmet!